Sziasztok! Egy újabb unboxing, méghozzá egy ilyen kis elég nyomi multicard reader, ami USB 2-es. Erről a dobozán azon kívül, hogy merülök, nem sok minden van. Elvéletileg ledes, tehát majd világítani is fog így meg úgy. Azt majd holnap kiderül. A hátoldalán leírás, hogy miket támogat. Hát microSD, microSD HC, SDHCX, megint nem fókuszál. Tehát normálisan, ami ma használatos memóriakártyákat támogatja, illetve elvileg van rajta egy USB is. Windows 8, XP, Vista 7, Mac-eket is támogatja. Na, én ezt gyorsan megpróbálom kivadászni innen, addig is türelmet. Brutális leszek. Itt van maga az olvasó, hát ebben a sötétben nem sok mindent láttok belőle. Próbáljuk így. Ott a Michael Scofield. Nem az a lényeg. Hát nem tudom, hogy tartsam, hogy lássatok belőle valamit. Hát így ott az egy LED, az majd ott fog villogni. Hát oldalán itt van a kis USB csatlakozó. Az USB kábel, hát ez egy nagyon kis rövid cucc lesz. Ez ilyen nagyon pici, de majd egy USB hosszabbítóval orvosoljuk problémáját. Itt van a csatlakozók, hát fókusz megint nincs. Na mindegy, SX, XA, MSHG, M2 ezen az oldalon. Másik oldal microSD. Bosszant ez a fókusz probléma. Mindegy, microSD, XD kártya, SDHC, XC, MMC, ezeket támogatja, és kb. Ennyi. Na de, nem ért véget itt még az unboxing, mivel van nekünk egy ilyen hatalmas lábunk is. Ezt fordítsuk megint úgy, hogy lássatok is belőle valamit. Tehát egy ilyen állvány. Ez egy hammalett, hát nem a legdrágább, de elég sokan ajánlották, ahhoz képest, hogy milyen olcsó. Ez egy teleszkópos, 170 cm magas maximum, 64 cm alacsony, tehát az a legkisebb pontja. Háromlábas, függeszthető. Itt vannak leírás, hogy hogy néz ki, hogy lehet összerakni, szétszedni. Tehát konkrétan, és 4 kg-ig bírja el a kamerákat. Elméletileg van benne egy táska is, ami mindjárt ki fog derülni. Egy pillanat. Meglepetés! Na szóval. Ez. Kivágtam az asztalt, ez így néz ki. Benne van egy ilyen kis vára, lehet venni szépen, ilyen kis táskába. Ez nagyon praktikus, így könnyű majd húzgálni jobbra-balra. Na, de vegyük is ki innen. Cipzáros. Leteszem a kamerát. Ez így néz ki. Hát igazság szerint kb. Semmit nem láttok belőle. A lényeg az, hogy itt egy logó, illetve hát én már így nagyjából szétnyitottam. Nagy kupit ne nézzétek. Nem nagyon voltunk ma itthon. Na hát van itt ennek ilyen kis kalantyúja, ami még nem tudom, hogy működik. Ezt így lehet tekerni. Szerintem ez lesz a... Igen, így állítjuk a magasságát. Barátnőm közben ott félig meddig látszott a háttérbe. Fényképezőgépet babrája.
és akkor itt lehet állítani jobbra-balra, de ezt még mielőtt kibontaná az ember. Na, a lényeg az, hogy ez se lesz most így konkrétan bemutatva, ott van az alja, itt lesz rácsavarozva, ezt ki kell még tapasztalni, hogy hogy működik, hogy lehet használni. De kis nagyon praktikus, az alján van egy kis kampó, gondolom ez súlynak, hogy ha úgy alakul, nehogy felboruljon a cucc. Illetve van még egy dolog, amit nem bontottam ki az acsiból még, de most megteszem. Itt van egy táska, amibe bele fog férni a kamera, ebből se látok semmit, mivel fekete. Ez is ugyancsak hamma minőség. Oldalt van egy, ide be lehet tenni azt az állványt, ide be lehet csúsztatni, és nem kell külön hordani. Hát kb. Semmit nem láttok a videóban, olyan sötét. Mindegy. A lényeg az, hogy egy táska, mindjárt egy kis polca, amit úgy azért kibontok, hogy legalább a belsejét lássátok. Hát a belső az ilyen szép piros. Rengeteg kis polca. Hát, ha minden jól megy, akkor barátnémnek ez egy éven belül tele lesz optikákkal, meg minden földi jóval. Nagyon kényelmes, és tényleg látszik rajta, hogy minőségi cucc. Ahhoz képest, hogy egy nem a legdrágább, de nem is a legolcsóbb cucc volt. Elől is vannak még kis fiókok, tabletet, telefonokat, akár egy könyvet, füzetet is bele lehet pakolni. Tehát ez volna az egész. Hát ennyi lett volna ez a videó, bármi kérdésetek van, vagy akármi, nyugodtan írhattok, kommentet, lehet, hogy lesz teszt a kockazona.hu-n is belőle, illetve értékelés, lehet, hogy nem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!